Köszöntöm kedves nézőinket a Pécsi Tudományegyetem Navigátor című műsorában. Az elmúlt két hét egyetemi híreit és kulturális eseményeit láthatják, így ma is érdemes lesz velünk tartani. Elsőként vendégem a Pécsi Tudományegyetem építész DLA hallgatója, Kósa Balázs. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. És üdvözlök mindenkit. Közel 500 egyetemistával próbáljátok felhívni különböző elhagyott pécsi terekre a figyelmet. Honnan jött ez az egész gondolat? Egy nagyon érdekes gondolat volt ez, amikor 2011 tavaszán egy tervezés órán megfogalmazódott ez bennem, hogy mennyire elhanyagoltá vált egyes része a városnak, amióta itt vagyok, közel most már 10 éve, és láttam napról napra ennek az egész városnak a picit leépülését. Persze mindig vannak biztató lángok, és megpróbáltuk azt, hogy mit tudnánk mi hozzátenni ehhez az egészhez. Happeningeket szerveztek, önkéntes munkát vállaltok. Hogy nyilvánul meg egy ilyen önkéntes feladat, amikor így a város egy elhagyott terét megrohamozzátok? Ez a Makovec Imre emlékest volt szerintem az első komolyabb, ami már úgy városi térre is kinőhette magát. Előtte már volt korábban egy-két akciónk, de ez kampuszon belül, egyetemi kampuszon belül. Úgyhogy a Makovec Imre emlékest az nagyon gyorsan szerveződött tavaly. Ugye két hét leforgása alatt az engedélyeket megkaptuk vasárnap, és a következő két hétre rá vasárnap már meg is történt a rendezvény, úgyhogy pillanatok alatt kellett ezen túl lenni. Egy kicsit felidéznéd, hogy pontosan miről van szó, hiszen a Balokányban csináltatok egy nagyon látványos megmozdulást. Igen, úgy gondoltuk, hogy Makovec Imre tanai eszméi gondolatai igencsak tanulságosak lehetnek mindenki számára, és ezen az eszmén indultunk el alapvetően 2011 márciusában is, hiszen ő nagyon sok mindenre megtanított minket, hogy vállaljuk fel azt, hogy igenis vannak egyéni vonásaik azokba az épületekbe is, amiket mondjuk a hallgatók terveznek. Nem kell ez a tipizálás, nem kell ez a folyamatos divat majmolás, amit a külföldi, illetve a magyar sajtóból ma is rengeteg helyen látunk itt szaklapokban, mindenféle internetes portálon. Valamint megtanított arra minket, hogy közösségben az emberek azért sokkal jobban tudnak együttműködni. A gyertyákat, magukat is a srácok, a gyerkőcökkel együtt terveztük meg, és egyetemisták, középiskolások, általános iskolások bevonásával gyártottuk le azt a közel 3600 darab mécsest, ami egyébként felúszott a vízre. Milyen visszajelzések voltak egyébként? Szerintem a visszajelzések azok eléggé pozitívak voltak, hiszen rengeteg helyről érkezett azóta megkeresés. Már csak a Balokány Egyesületet veszem például, akkor azt is mondhatom, hogy nagyon sikeres, hiszen azóta már rendbe rakták a Balokány Ligetet. Azóta folyamatosan próbálunk velük együttműködve szépíteni azt a részt is, és gondolkodunk további akciókon, és egyébként érkeztek megkeresések. Ez alapján kerültünk bevonásra például a Belváros Like rendezvényre is. Mi alapján választatok egyébként teret, elhagyott teret Pécs városában, vagy akár azon kívül, hiszen ha jól tudom, akkor nem csak Pécsen tevékenykedtek. Úgy működik ez, hogy hetente egyszer találkozunk az egyik itt ehhez közeli helyen. Egyébként a kohóról van szó, amit mi bérlünk is. A hét másik két találkozója az pedig a Pollákon történik, és ott valaki bedob egy ötletet, hogy mi lenne, hogyha ezzel foglalkoznánk a következő alkalommal, mert úgy gondolom, hogy ez mondjuk éppen megérdemli azt, hogy foglalkozzunk vele, és akkor így jönnek ezek az ötletek, így alakul ki a koncepció, és akkor szépen lassan egy-két hét leforgása alatt megnézzük, hogy mennyire tud ez realizálódni, és aztán ezt követően nekiállunk kidolgozni a történéseket. Ugye nem csak pollákosok vannak most már a csoportban, hanem számos egyéb területről egyetemisták. Hogyan lehet hozzátok akár csatlakozni, hogyha valakit ez érdekel? Én gondolom, ez egy teljesen nyitott kör, és pont ezért szerettünk volna egy picit a pollák falai közül kijönni legalább egy alkalomra a háromból az itteni részre, hogy mindenképpen tudjanak jönni azok, akik érdeklődnek a csoport iránt, és hál' Istennek meg is találnak minket egyre többen, így a Közgazdaságtudományi Egyetemről is, a jogról is. Van egyébként orvostanhallgatónk, aki csatlakozott ez az egészhez, és igyekszünk olyan projekteket létrehozni, vagy olyan projektekbe belevágni, ahol az ő szaktudásuk is maximális segítséget tud nyújtani nekünk, illetve mi is nekik. És azáltal mondjuk egy graduális képzésben résztvevő hallgató szakdolgozatában mondjuk meg tudjuk segíteni azt, hogy ez legyen a témája. Egyébként hol láthatnak legközelebb titeket a város lakópécsiek? A legközelebbi rendezvényünk az szintén Makovec Imre emlékére, illetve ezek az elhagyott terek felújítására, illetve figyelemfelhívására vonatkozó eseményünk lesz. Ez decemberben fog, úgy néz ki, megvalósulni. Már novemberben szerettük volna, de az általunk kijelölt helyszín sajnos
nem igazán alkalmas arra, hogy ezt megvalósítsuk, úgyhogy át fog csúszni a rendezvény december elejére. Hol lehet majd hallani rólatok, hogy pontosan hol lesz ez a megmozdulás? Mindenképpen körbe fogjuk küldeni a sajtónak ezeket az anyagokat, ahogy tavaly is megtettük, különböző egyetemi portálokon is mindenképpen jelezni fogjuk, illetve meghívókat fogunk kiküldeni az összes sajtó elérhetőségre. Köszönöm szépen, Balázs, és nagyon sok munkát és kreativitást kívánok ehhez a nagyon szép feladathoz. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Idén lenne 100 esztendős a neves agykutató Szent Ágotai János. A jubileum alkalmából névadó ünnepséget és emlékkonferenciát rendeztek a PTL kötelékében álló kutatóközpontban, ami mostantól hivatalosan is Szent Ágotai János nevét viseli. Az álló vagy ülő embernek az állkapcsa, ha elalszik és a tónus megszűnik, leesik. Mindenki látott már valakit, aki beül a vonatnak a sarkába, ugye elalszik, és akkor ugye leesik az álla, mint egy halottnak. Ő volt Szent Ágotai János, a világhírű agykutató, aki szakmai kiválósága mellett elhivatottságával, emberségével és magával ragadó oktatói magatartásával sokak emlékezetébe bevésődött munkássága idején. A Pécsi Orvosi Egyetem egykori anatómia professzora idén, október 31-én lenne 100 éves. Az évforduló alkalmából rendezvénysorozatot szerveztek a PTN, az Általános Orvostudományi Kar parkjában ünnepélyes keretek között felavatták Szent Ágotai egész alakos szobrát, amelyet Fábos György képzőművész készítette el bronzból a jeles alkalomra. A délelőtt a PTL kutatóközpontjában folytatódott, ami ettől a naptól hivatalosan is Szent Ágotai János nevét viseli. Azért ráesett a választás, mert a tudós a Pécsi Egyetemen alapozta meg az agyműködéssel kapcsolatos, számára világhírnevet hozó eredményeit. Egyrészt kap a régió és az egyetem egy 21. század elejének megfelelő infrastruktúrát. Hogy ezt az infrastruktúrát hasznosan tudjuk működtetni, ahhoz kell az a szellemi örökség, ami Szent Ágotai Jánosra volt jellemző, aki egy zseniális tudós, a felfedező tudósok egyike volt. Ez a szellemiség elköteleződést és lehetőséget is jelent a kutatók és hallgatók számára, hogy a központ nyújtotta új kihívásokkal élve segítsék az itt folyó kutató munkát. A épület az lehetőséget jelent, de mindenképpen fontos ma, 2012-ben, hogy olyan laboratóriumi körülményeket, olyan munkakörülményeket tudjon az egyetem teremteni, ami vonzó lehet a fiatalok számára. Ilyen szempontból ennek a beruházásnak nagy jelentősége van. Az ünnepi alkalmon külön köszöntötték a Szent Ágotai családtagjait, akik büszkén emlékeztek a sokoldalú, az élet minden szépsége iránt érdeklődő tudósra. Egy fantasztikus oktató volt, akinek az előadásaira a vidéki egyetemekről, Budapesti Egyetemről is akkor eljöttek ide Pécsre, és aztán amikor fordult a kocka, akkor ugyanez megtörtént fölfelé, és a művészetnek a legkülönbözőbb ágait is nagyon magasra értékelő és magasra művelő ember volt. Hallgatók emlékeznek arra, amikor a koponya tanítása közben Goethét szavalt nekik németül, és aztán fordított a magyarra. Fantasztikus volt, tehát minden szépet és jót a gyerekei elé akart tárni, meg akarta mutatni a világ szépségét, és elvárta, hogy az igazság mellett álljunk. Kicsi gyerekekként háború után mi ott laktunk az anatómián, úgyhogy akkor ezt láttuk, hogy hát ő úgy kutatott, mintha játszott volna, boldogan. Szóval csodálatos élet volt az akkor. A névadó ünnepségen három egykori tanítvány egy-egy előadással emlékezett Szent Ágotai Jánosra, felidézve az iskolateremtő tudós tanításait, kutatásait. Lássuk, mi történt még az elmúlt két hétben. Műhely konferenciát rendeztek a Pécsi Tudományegyetem diplomás pályakövető rendszerben résztvevő szakemberek, hogy megosszák a diplomás pályakövetés legfrissebb eredményeit és ezek felhasználási lehetőségeit a PTN, hiszen a felmérésekből nyert adatok nagy segítséget nyújthatnak nem csak intézményi, de szakpolitikai szinten is a döntéshozásban. Az intézmények számára nagyon jól látszik, hogy az, hogyha tudják, hogy mi történt a friss diplomásaikkal, az a tervezéshez elengedhetetlen, akár a tantárgyi tervezésről beszélünk, akár fejlesztési tervekről, akár a hallgatói karrierszolgáltatások fejlesztéséről. Egyértelműen látszanak ezek a trendek. A másik trend, ami jól látszik,
az, hogy a döntések már intézményi szinten is, de ágazati szinten is egyre inkább adatokra alapozottan kell, hogy megszülessenek. A diplomás pályakövető rendszer, azaz a DPR egyik legfőbb célja, hogy minél szélesebb körben adjon pontos és jól értelmezhető információkat a jelenlegi hallgatók és a majdani belépők számára, hogy a lehető legpontosabban lássák, mivel jár pályaválasztásuk. Ebben kiemelt szerepe van a kommunikációs tevékenységnek, amire a DPR nagy hangsúlyt fektet, kiadványokat készít és konferenciákat szervez a hatékonyság érdekében. A karok intézkedési terveket készítenek, vezetőkkel egyeztetett terveket megvitatjuk különböző rendezvényeken, eseményeken, és az intézkedési terveket végrehajtják. Ez azt jelenti, hogy felhasználják ezeket az eredményeket a képzésfejlesztés során, az intézményi szolgáltatásfejlesztés során. A 2012-es adatok egyébként hasonló eredményt hoztak, mint az előző évben. A megkérdezett hallgatók a karok és a szakok elismertségével kapcsolatban is pozitívan értékelték a Pécsi Tudományegyetemet. Munkaerőpiaci megfelelésük is jónak mondható. Jövedelmük meghaladja az országos átlagot, derült ki a vizsgálatokból. A Pécsi Tudományegyetem vezetése ünnepélyes keretek között átadta a 400 ágyas klinikai tömb rekonstrukciójához kötődő projektek szimbolikus kulcsait a kivitelező Strabag MML Kft. Képviselőinek, így napokon belül elkezdődhet az érdemi munka. A mintegy 9,5 milliárd forintból uniós forrásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően 20 hónap múlva egy 21. századi betegellátó központtal gazdagodik a régió. Abban bízom, hogy 2014-ben ismételten az ország legkorszerűbb egészségügyi és betegellátó intézménye lesz, olyan, amelyik nem csak betegellátást fog folytatni, hanem nagyon magas szintű orvosképzést és továbbképzést. Az építkezés ideje alatt a klinikai központ egyes szervezeti egységei az épületben továbbra is üzemelnek majd, így az egyes számú belgyógyászati klinikához, a kettes számú belgyógyászati klinika és nefrológiai centrumhoz tartozó, eddig is itt működtetett osztályok, a laboratóriumi medicina intézet, valamint a radiológiai klinika, a nukleáris medicina intézet és a térségi szűrő és diagnosztikai központ továbbra is itt várják a betegeket, csak nem az ifjúság útja, hanem a Honvéd utca felüli bejárat megközelítésével. Emlékkonferenciát és hallgatói versenyt rendezett a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának Szentágotai János szakkollégiuma, a neves agykutató Szentágotai János születésének centenáriuma alkalmából. A nemzetközi kongresszus neves külföldi előadók részvételével zajlott, illeszkedve az ünnepelt sokoldalú kutatói alkotói karakteréhez. My lecture will be on neuronal rhythms in the brain. Elsősorban az agyi ritmusokról lesz szó előadásomban, ami nagyon jól illeszkedik egy korábbi, magyar tradicionális kutatási területhez, a hipokampusz nevű agyrész kutatásához, melyet három magyar, nemrég agydíjjal jutalmazott kutató, Somogyi Péter, Buzsáki György és Frany Tamás is vizsgált. Tulajdonképpen ennek a kutatásnak egy tovább gondolásáról szeretnék beszámolni. A két napos rendezvényen volt tanítványok is emlékeztek a Kossuth díjas kutatóra, valamint az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból is érkeztek szakemberek. Kiemelt témák között szerepelt az ügynök típusú hálózatok és azok gazdasági hasznosíthatósága, illetve az agymetszések matematikai alapjait boncolgató előadások. 8. nemzetközi PhD és DLA szimpóziumát rendezte a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály műszaki és informatikai kara. A több éves múltra visszatekintő rendezvény szekcióit nemzetközileg elismert professzorok vezették, melyek keretében doktorandusz hallgatók számoltak be kutatási irányukról és eredményeikről. A tanácskozást szakmai vita kísérte, segítve a kutatási munka továbbvitelét. A szimpóziummal egy időben egy elektrotechnikai konferenciára várták a műszaki tudományok gyakorlóit, azon jeles esemény alkalmából, hogy a kar most ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A rendezvényt 31. alkalommal rendezték meg Science in Practice, azaz Tudomány a gyakorlatban címmel, ez alkalommal Pécsett, ahol az ország több mérnöki karáról és külföldi egyetemekről is érkeztek a Pollákra, hogy szélesebb körben bővítsék tudományos ismereteiket. Szentágotai János születésének 100. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat keretében került sor a Teleki előadássorozat nyitó rendezvényére is.
Az előadássorozatban napjaink közérdekű témái kerülnek bemutatásra kiemelkedő nemzetközi szakértők előadásában. A nyitóprogram főelőadója John Lipsky, prominens amerikai közgazdász, az IMF volt helyettes vezérigazgatója. Az európai gazdasági válság hatása Magyarországra, Közép-Európára és azon túlmenően címmel tartott előadást. Magyarország adatai, helyzete nem annyira rossz, mint amilyennek látszik, különösen a specifikus költségeket illetően. Ezért, ha az európai zóna sikeres lenne, akkor Magyarországnak lenne lehetősége arra, hogy növelje a piaci részesedését, de csak akkor, ha produktivitását is ezzel együtt növeli, befektetőbarát és megoldja a fiskális problémákat. Ha az EU zóna sikeres, akkor az globális szinten is megnyitna lehetőségeket, amiből Magyarország is előnyt húzhatna. A rendezvénysorozat elnevezése Teleki József személyét idézi, aki a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke volt. Ezért a rendezvény második napján a Teleki család történelmi szerepét mutatták be. A családról szóló kiállítást a Tudásközpontban nyitották meg, a Teleki család tagjainak részvételével, akik az Egyesült Államokból és Európa különböző országaiból érkeztek. Az anyag összeállításában a könyvtár munkatársai mellett a gyakorló iskolák diákjai is részt vettek. A kiállítás megtekintése után a Teleki család történelmi szerepét bemutató előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Projektbemutatót tartottak a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán annak kapcsán, hogy az elmúlt évben a kar orvosi biotechnológiai tanszéke projektvezetőként támogatást nyert az Európai Bizottság által meghirdetett az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés fejlesztésére kiírt pályázaton. A projekt az európai biotechnológia oktatást egyezteti össze a rendkívül gyorsan fejlődő biotechnológiai ipar igényeivel. Célja, hogy erős kapcsolatot alakítson ki a biotechnológiai képzőhelyek és az ipari partnerek között, valamint a pályázat olyan képzési programok kidolgozását is elősegíti, ahol a vállalkozói gondolkodás, a vezetői képességek és a tudományos szakértelem szorosan beépül a végzős hallgatók tudásbázisába. A projekt bemutatón az Európai Bizottság képviselőinek részvételével felavatták az együttműködés alkalmából az orvoskar falán elhelyezett táblát is. Másodízben szervezett tudományos ülést a Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület. A Pécsi Tudományegyetem stratégiai céljaihoz kapcsolódóan hozta létre a testületet, hogy a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenység erősítése érdekében figyelembe tudják venni olyan külső szakértők nézőpontjait is, amelyek kiegészítik és a nemzetközi kutatási trendeknek megfelelően kiszélesíthetik az egyetemi szakértők stratégiai elképzeléseit. A mostani ülés elsődleges célja volt a hasonló külföldi kutatóintézetek működésének és menedzselésének megismerése, és a jó gyakorlat átültetésének vizsgálata is. Emellett továbbra is fontos célkitűzés a nemzetközi együttműködési lehetőségek fejlesztése a kutatócsoportok hosszú távú tudományos és pénzügyi fenntarthatósága érdekében. Gulácsi István, Farkasfalvi Klára és Habon László. Három kiváló orvos, akik kiemelkedő szaktudásukkal és utolérhetetlen elhivatottságukkal nagyban hozzájárultak a pécsi szívsebészet feltámasztásához, és életük során sokat tettek a PTL Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika minőségi betegellátásáért. Kollégáik egy most felavatott emlékfal előtt tették tiszteletüket. A Szívgyógyászati Klinika emlékfalánál, ahol tisztelgünk kollégáink előtt, akik elhagytak bennünket. Hasonló emléktáblák elhelyezésére korábban nem volt példa a klinikán. Az Amerikában élő Hajdanán Pécsett tevékenykedő szívsebész Korompai Ferenc kezdeményezésére valósult meg az emlékfal. A professzort a pécsi szívsebészet megteremtésére 1993-ban hívták meg Texasból. Én egy olyan személy vagyok, akinek a félig töltött pohár az félig tele, nem félig üres. Csak a szépre emlékezem, és nagyon sok szép dolog történt itten. A szívsebészetet nem én élesztettem újra, hanem a közösség, amelyik velem dolgozott. Az összejövetelen kollégák és barátok is felidézték a három orvoshoz fűződő szakmai munkát és emlékezetes pillanatokat, példát állítva annak a magas szintű megszállott és sokrétű munkának, ami hivatásukat jellemezte.
Ember Ferenccel, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és média tudomány szakos hallgatójával beszélgettünk Forma 1-es fotósként szerzett tapasztalatairól. Először arról kérdeztük, mire van szükség az autósport fotózáshoz, és hogy ő milyen felszereléssel rendelkezik. Nekem is van ugye nagyobb objektívem, 300 mm-es, illetve 2-3 vázat szoktam vinni magammal, különböző nagylátószögeket, amit éppen be tudok szerezni, néha akár kölcsön haveroktól is arra a hétvégére, hogyha tudják nélkülözni, illetve hát a két legnagyobb kameragyártó cég támogatja a fotósokat kín a helyszínen is, hát amilyen technikát kérünk, gyakorlatilag lehetőségeikhez képest azt a rendelkezésünkre bocsátják. Mindenképpen fontos dolog a tudatosság egy kép elkészítésénél, hogyha süt a nap és jó idő van, akkor ez nagyban befolyásolja azt, hogy a pálya melyik részén tudok elhelyezkedni, mert ugye az ellenfényes képek egy alkalommal akár jól nézhetnek ki, de folyamatosan azért nem adnak olyan színvilágot, olyan színtelítettséget, szaturációt a képeknek, ami visszaadná ennek az egésznek a pompáját. Ami a legnehezebb volt számomra, az, hogy rájöjjek, hogy mindig a pilóta sisakját kell megcélozni minden körülmények között, mert különben a hátsó szárny, illetve az autó többi része már nem éles. Nagyon-nagyon hiba százalék, tehát ha van, ha mondjuk az ember elkezd rövid záridővel svenkelni, akkor hát az nagyon-nagyon megnehezíti a dolgot, tehát akkor valami 100-ból egy kép lesz jó, de hát az egy az nagyon jó. A vágás az egy minimális utómunka, tehát egy picit szoktam csak beleigazítani, mert nem vagyok híve annak, hogy a képnek a 10-15%-át használjam csak, és a többi az elmenjen selejtbe, mert ugye a minőségen az meglátszik, hogyha nagyon bele van vágva a képbe. Egy picit esetleg néha, hogy a horizont meglegyen, tehát hogy ne dőljön a kép, mert van, hogy nincs rá lehetőség, mikor pillanatok alatt kell dönteni, hogy most mit fényképezek. Illetve hát a szaturációt szoktam állítani, hogy kontrasztosabb legyen a kép, illetve egy kicsit drámai hatást keltsen. Melyik a kedvenc fényképed, amit eddig készítettél? A kedvenc fényképem az egy élményhez kapcsolódik, amikor 2008-ban ugye Felipe Massának lefestődött az autója 4 körrel a vége előtt, már pont felkészültem a leintésre, és hát néztem, hogy még 4 kör van vissza, de miért integet a versenyző a célegyenesen áthaladva, és utána fordultam, és láttam, hogy felrobban a motorja, füsttől kiszáll az autóból, fogja a fejét, és hát ez a kép, hogy el is készítettem a képet, ez lett a legemlékezetesebb élményem. Illetve a verseny után még alkalmam nyílt beszélgetni is a versenyzővel néhány mondatot, mikor civilben, hát kicsit magába roskadva bandukolt hazafelé a versenyről. Vannak olyan pillanatok, amikor lehet velük akár beszélgetni is, akár kisebb versenyzőkkel, mondjuk a sztárokkal nem annyira, mert ők már nagyon lefoglaltak, tehát PR tevékenységek, örökös megjelenés, mindig mindenkinek mosolyogni kell. Volt már néhány brazil versenyző, akivel tudtam akár 4-5 percet is beszélgetni. Még néhány évvel ezelőtt 2003-ban, azt hiszem Cristiano de Mattával egész hosszan beszélgettem, és szinte minden szavát értettem, ő is ugyanúgy törte az angolt, mint én. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. 2 hét múlva ismét várom Önöket egyetemi hírekkel, tudományos témákkal és kulturális eseményekkel. Korábbi adásainkat és a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat megtalálják a honlapunkon, a Facebookon és a YouTube-on is. Nézzenek bennünket, viszontlátásra!